Megnyitotta első tanévét a Boldog Salkaházi Sára Technikum. Az iskola 17 diákkal kezdi meg működését, ők kisgyermek gondozó nevelő technikumi képzésre és szociális gondozó ápoló képzésre jelentkeztek. A felújított épületet Székely János megyés püspök áldotta meg Császár István helynök koncelebrálásával, aki az iskola lelkésze is. A technikum épületét az átadás előtt teljesen felújították. Két felszerelt, modern tanterem, előadóterem és informatika terem várta a diákokat csütörtökön. Az épületet a mise után a megyés püspök is megtekintette.